Ki lesz Magyarország topmodellje 2006-ban? Topmodell Vámosi Vikivel. Jöttek be, és ők ébresztettek minket. Mi az a fejletlenség, meg kell ilyen dolgálni? Azonnal ki kellett partani az ágyból. Szerintem ilyen 6 körül jöttek a honvédek. Gyorsabban, gyerünk! Orgáltam, hogy nagy katonai szigorra. Mindenki kell jöttön ébredés, ordibálás. Mi történik? Mozgás, gyerünk már! Elkeltettek. És elég furcsa a dolog ez, mert én általában 9-kor kezdem meg a napomat. Csodálkozó, gyerünk, mozogjanak már! Eléggé rossz volt. Körülbelül egy percünk volt rá, hogy sorakozzunk. Gyerünk, aki kész van, szóval gyorsabban, gyerünk, kicsit húzunk bele! Jön 3 katonaruhás fiatalember, és áll mögöttem, és pisi, fogmosás, és ez így annyira nem volt szimpatikus. Titanilla. Te az a lány vagy, akinek vannak lehetőségei ebben a szakmában, azt gondolom, viszont neked nagyon sokat kell futni, hogy olyan alakod legyen, amilyennel lehet modellkedni. Ugyanúgy a száj, az arc, mimikáddal. Aránylag egyféle arcot láttam mindig. Kicsit már nyafogósra vette a stílust, és már az van, hogy jaj, ez nem jó így, ez nem jó úgy. Szerintem azért vagyunk itt, hogy a maximumot hozzuk ki magunkból, és nem azért, hogy nyafogjunk. Szóval ő olyan más, tehát ő, nem tudom, nekem nem annyira szimpatikus. Katona barátom van. Apukám is katona, tehát én először reggel azt hittem, hogy apukám. Kata. Nekem egyetlen egy dolog hiányzik ma belőled, és ez pedig a nőiesség. Mintha Moszkva téren csevegnénk, tehát kicsit úgy érzem magam. Ez lett a legjobb fotód. Kicsit duzzogós. Jól áll a duzzogás. Csak ne duzzog végig, mert nem egy idő után megújjuk, érted? Moszkva téren lehet duzzogni. Kata nagyon-nagyon szimpatikus, nekem meg is tudom mondani, hogy miért. A természetessége. Tehát egyszerűen nem hord magas sarkú cipőt, ha neki az nem kényelmes, nem fog kis topocskába bújni, hogyha ha nem muszáj, fölveszi a kis cuki Viki egeressét, ami igazából szerintem az ő stílusa, nem, úgy egybe van. Elvittek minket egy kiképzőtáborba.
sötét kocsiban kiírt. Három egy órát szerintem futottunk, bár valójában 15 perc lehetett. Fruzsina. Nagyon szép arcod van, hibátlan alakod, úgyhogy bekerültél. Sokkal szebb vagy életben, mint ezen. Itt körülbelül negyed órát fogunk futni, erre készüljön mindenki. Egy perc. Megterhelő volt, mert szerintem elég sokat futottunk is hirtelen egyszerre, és alig melegítettünk be. 14 éves korom óta van egy kisebb szívritmus zavarom, ami néha-néha előjön erősebb megterheléstől, de most nem jelentkezett. A futást nem bírom, tehát nekem orvosilag, én világértem a formától a futásikból. A futást nem bírom, mert ágyulás veszélyes vagyok, és tehát most ugye az volt bennem, hogy nem érdekel, tehát akkor is megcsinálom. Szerintem nekem nagyon sokat segítettek a katonák, a hölgyek, hogy ott voltak és gyerünk, csináld és mégis ne. Ők sokat segítettek meg azért úgy, amikor egy picit sétáltam, akkor úgy összeszedtem minden erőmet, hogy gyerünk, ezt végigcsinálom, és akkor utána pihenhetek. Szerintem én nagyon jól teljesítettem ahhoz képest, hogy ennyi időt nem sportoltam. 3-4! Utána egy akadálypályán kellett végigmenni, én sajnos elrontottam, remélem nem lesz bele büntetés. Ezen az első részen alatta kúszni kellett a kezeken meg a térdeken, ami nekem meg is látszik. Ez a csapat nulla volt, ez pedig mínusz egy. Ez egy nulla teljesítmény volt, amit ma itt véghez vittek. Futás közben haldokolt az egész társaság, menni se bírnak együtt. Nulla az egész. Ez én edzésem más gyakorlatokból tevődik össze. Nem futkosok fel alá, hanem kicsit jobban kímélem magamat. Nem tudok dobni. Meghaltam volna kb. Nem lehetett beszélni semmit, csak amit ők mondtak. Nagyon akarok valamit, akkor én azt meg tudom csinálni. Kibírom, erős vagyok. Tulajdonképpen hát a testi-lelki tűrőképességük határáig elvisztük őket, de minden feladat mögött van egy filozófia. Próbára tesszük az éberségüket, a tűrőképességüket, az állóképességüket, az akaraterejüket. Mónika. Fár, hogy nincs egy tükör most itt előtted, hogy lásd, hogy mennyire ilyet vagy. És nézd meg a képet magadról. Nézd meg magadról. A fotódat. És a híd leírni tudom. Olyan hasonlít a Vámosi Viktoriel egy első ránézésre, ilyen kis fiatal, talán 18 éves. Ő a legesélyesebb. Mi köze van az egészhez a modell szakmának? Hát ismét szerintem azt, hogy alázatosság alakuljon ki az emberben, fegyelem, ami mindenképpen a két legfontosabb dolog szerintem. A másik meg az, hogy kinek milyen kitartása van, meg tűrőképessége. Kitartás, akaraterő. Lett volna, amit mondjak, tehát és ezt nagyon eltettem ám.